Az elmúlt hét végén Budapesten rendezték meg az Ökölvívók ifjúsági bajnokságát. 49 egyesület 76 versenyzője lépett szorítóba madárfészekben a korábbi profi világbajnok Erdei Zsolt Ökölvívó Akadémiáján. Az NVSC Big Boxingot ketten képviselték, és mindketten éremmel tértek haza a fővárosból. Elégedett vagyok az eredménnyel, Moldoványi Bence ezüstérmes lett. Persze itt azért meg kell jegyezni, 49 kilóban ketten voltak, tehát lényegében döntőztek. Az énekesen még 5 induló volt évelején, azóta már ennyien maradtak az OB-ra. Végigboxolta, jó mérkőzés volt, de egyértelműen a madárfészek versenyzője volt az esélyesebb is, és tehát a papírforma beigazolódott. Vánszko Attila, ő most ősztől kezdett el nálunk versenyezni. Édesapja Vánszko Csaba volt eddig az edzője. Egy hónap alatt próbáltunk azért új dolgokat venni és jól felkészülni. Úgy gondolom, hogy ez elég jól sikerült. A legnépesebb mezőnyt 13 versenyzőt felvonultató 69 kg-os súlycsoportban induló fiatalember az elődöntőben a későbbi győztes Európa-bajnoki ezüstérmes Kozák Lászlótól szenvedett vereséget. 3 meccset boxoltam, mind a 3 srác nagyon jó volt. Első nap egy központi sportiskolás sráccal boxoltam. Nagyon jó formában voltam, minden ütésem talált és erős is volt. Ennek meg is lett az eredménye, a 3. menet végén technikai KO-val nyertem. Második nap egy balatonlelei sráccal boxoltam. Ez már elég szoros meccs volt, 3-2-vel győztem. De úgy hiszem, hogy megérdemlem ezt a meccset, mert minden hangsúlyosítés az enyém volt. Harmadik nap volt a legnehezebb feladatom, úgymond ez volt nekem a döntőm. Kozák Lászlóval boxoltam, ő egy madárfészkes srác. Őtől kikaptam egy hangú pontozással, de megtettem mindent, és úgy gondolom nagy csatában maradtam alul. Október utolsó hetében Gyöngyösen rendezik meg a junior országos bajnokságot, ahol 3 NVSC bigboxingos bunyós lépszorítóba. November elején Érden, a női OB-n 5-6-an képviselhetik majd a nyíregyházi színeket. Nagy Kitti pedig a novemberi szófiai felnőtt Európa-bajnokságra készül.